Sziasztok! A taró páholyadását most elkezdem. Az előbbi sajnos pont fordítva volt a kamerám, úgyhogy azt ki is fogom törölni. A mai témánk az árnyékok és a maszkok. Úgy gondoltam most, hogy farsangi időszak van. Ez most éppen aktuális, úgyhogy ezért arra gondoltam, hogy egy picit az emberi játszmák és árnyékok világába belemerülünk, és talán olvastátok is, hogy most ehhez segítségül hívom a szimbólumkártyát, amiben ugye egy teljes sor az árnyékokról szól, ez egyébként a skorpió sor, tehát hogyha egyébként skorpió jegyű vagy, akkor neked még plusz információt is adhat. Ezen fogok majd végig menni, és hát arra gondoltam, hogy ezért egy kétlapos kirakást mutatnék ahhoz, hogy hogyan használd, hogyan old fel a saját árnyékaidat, hiszen ugye az árnyékaink, a maszkok, amiket viselünk, a játszmák az életben, néha hasznosak, de hosszú távon sokszor több akadályt gördítenek elénk, mint amennyi előnyt hoznak. Úgyhogy ezért szerintem nagyon fontos beszélni róla. Tehát igazából a maszkok, amiket viselünk, és főleg a kapcsolatainkban hordunk, azok két funkciót látnak el, és nagyon sokszor bizonyos játszmát takarnak, de én most inkább a funkció felől szeretném ezt megnézni. Az egyik funkció, amikor arra használjuk a maszkokat, az árnyékainkat, hogy valamilyen módon eredményt érjünk el, tehát hogy befolyásra tegyünk szert, és ebből előnyt kovácsoljunk. Ezt hoztam is nektek egyébként egy kártyát, egy tarókártyát, méghozzá az Osó pakliból. Ez a politika nevet viseli, és a kart hetes lapja az, amit takar, csak itt ugye néven van nevezve. Szerintem nagyon frappánsam, hiszen ugye a politikát, hogyha meg is nézitek a képet, de úgy egyébként is a politikára gondolsz, akkor ott lehet tudni meg észlelni, hogy a kedvesség állarca az mindig egyfajta manipuláció, amivel valamit ugye egy politikus el akar érni. Itt a képen egyébként azt láthatod, hogy az állarc mögött is egy fura vigyor van, és hát ez a kígyó, ez mutatja, hogy nem feltétlenül pozitív az a cél, amit el akar érni. Tehát lehetnek olyan állarcok, olyan maszkok, olyan játszmák az életünkbe, amit azért csinálunk, hogy valamilyen előnyt kovácsoljunk belőle. Ez az egyik, az talán inkább a negatív oldalt takarja. Van ennél egy picit talán jobban elfogadható, könnyebben megérthető játszma, illetve maszk, amit a Kej hetes tartalmaz. Szintén az Osó kártyából hoztam nektek, hiszen itt az is a neve, hogy én kivetülés. Na ezeket a maszkokat azért hordjuk, hogy védelmezzen minket, hiszen ugye itt, ha megnézitek, hogy egy picit csúnyábbnak is látja, vagy látszódik az árnyék, mint a valóság. Tehát egyrészt ugye az én kivetülés, mint párkapcsolati játszma, sokszor szintén manipuláció céljából indul el. Ilyenkor valóban egy picit csúnyábbnak is látszunk, mint amilyenek vagyunk valójában. De van egy olyan vetülete, amikor félsz attól, hogy a másik megismer, és rájön, hogy nem vagy olyan szerethető, mint ahogy ő lát, mint amilyet te szeretnél mutatni. Úgyhogy az én kivetülések az arról is szól, hogy bizonytalanak vagyunk, és emiatt ugye védjük magunkat. És hát ha megnézitek, vagy végig gondoljátok, ebben nincs igazán semmi gonosz, hiszen ez nem a másik ellen van, mint ugye az előző, amit mutattam, hanem azért, hogy védjük magunkat. Tehát igazából nagyon sok játszma fogságában vagyunk nap mint nap, és érdemes ezeket egy picit jobban megvizsgálni, főleg az, hogy milyen szándékból mutatod azt, hiszen ne felejtsd el, hogyha te játszmázol, ha valamilyen maszkot viselsz, akkor nem hozzád fog kapcsolódni a másik ember, hanem ahhoz, akit te mutatsz, és ugye ennek az a következménye, hogy nem fog téged igazán megérteni, és igazán a kapcsolat sem lesz olyan szoros, hiszen nem hozzád köt. Jó, tehát hogy ez egy nagy negatív oldala minden játszmának, hogy lehet, hogy eredményt érsz el,
de igazi intimitás a kapcsolatban nem feltétlenül lesz, és nem lesz olyan erős és szilárd az a kötelék, még akkor sem, hogyha szeretnéd. Jó, tehát ezeket érdemes végig gondolni. Na, és akkor ugye ígértem az elején, hogy a szimbólum kártyákon végig megyünk a 12 jegyen, tehát a 12 horoszkóp jegyen, hogy kinek milyen játszmái lehetnek, mire érdemes vigyázni. És hát mivel a szimbólum kártya az horoszkópja alapján épül fel, ezért is hoztam neked ezeket képbe, hogy lássátok is, és ha végigmentünk a 12 jegyen, akkor megmutatom a kétlapos kirakást, ami segít ugye az adott játszmát feloldani. Hát a szimbólum kártyában a skorpió jegye az, ami igazán ezeket az állarcokat, a játszmákat nagyon jól jelképezi, hiszen ugye a skorpió jegye a szimbólum kártyában a csábító nevet viseli, tehát most itt nem azt jelenti, hogy aki skorpió jegye az mindig játszmázik, csak a szimbólum kártyában, ha megnézitek, akkor a csábító az valóban a sötét oldal képviselője, és hát ha megnézitek, mögötte ott van egy kút, ami igazából az alvilágba vezet, tehát a csábító az maga az árnyvilág megtestesítője, és oda hív minket, ami persze nem feltétlenül rossz, hiszen most pont az a cél, hogy tudatosítsd, és valamilyen módon ezt feldolgozd, de hogy ez a klasszikus megfelelője. Tehát itt igazából maga az árnyék, ami megjelenik a kártyán, ugye a skorpió jegynél, az maga az árnyoldal, a sötétség, ami egyébként azért ezt ne felejtsük el, hogy a sötétségben nem mindig rossz dolgok vannak. Jó, tehát mindig jusson eszedbe, hogy ott az van, amit nem akarsz látni, és ez lehet például egy önértékelés, egy önbecsülés ugyanúgy, mint valami negatív dolog, attól függően, hogy mi az, amit így eltolsz magadtól. Ezért is jó megvizsgálni az árnyékainkat, mert lehetnek bizony ott egy csomó olyan pozitív tulajdonságok, amelyek segíthetnek a hétköznapokban. Na nézzük tovább, ugye ez volt a skorpió jegy, és hát a skorpió jegynek különböző kapcsolódásai felelhetők a szimbólum kártyába. Én megyek szépen sorba, a kossal kezdjük, hiszen ugye a asztrológiai kör a kos elemmel kezdődik. A kos-skorpió párosa, ez a vámpír, aki ugye egyébként egy eléggé szelíd alak. Itt a kos energia kerül az árnyékban, mert a kos maga az elindulásról szól, az indulati energiáról, és hát ennek egy erőteljes megnyilvánulása a harag, ami hát nem közvetlenül jelenik meg a képen, de azért látszik, hogy nagyon erőtlen ez a vámpír. Ha megnézitek, ugye az arca is nagyon vékony, tehát igazából itt az indulat, az életenergia, tehát már úgy értem, hogy indulat az elinduló energia, az életenergia kerül a sötétbe, és ezt érdemes megvizsgálni, hogy az életerőnk mitől fogy el. Nagyon sokszor egyébként pont attól fogy el, hogy el akarjuk folytatni a haragunkat, és emiatt ez így belül emészt minket. Jó, mindig jusson eszedbe, hogy a harag az nem feltétlenül jó mindig elfolytva, persze nem azt akarom mondani, hogy mindig élt ki, de hogy valahogy a középutat érdemes megkeresni. Közben látom, jött egy üzenet. Írt nekem, hogy jelszavunk minden napi titkaimat ad meg nekem ma, skorpiók jelszava. Igen, a skorpiók nagyon szeretnek titkolózni. De ezek inkább egyébként elfolytások, és nem feltétlenül tudatosak. De hát most itt az a cél, hogy itt végig menjünk a 12 jegyen, hiszen hogyha valami tudatosítasz, akkor azt már fel tudod saját magad, vagy akár más javára is használni. Na nézzünk tovább, ugye ez volt a kos jegy, a következő a bika, amit a bábú nevét viseli, és ha megnézitek, ugye itt ilyen zsinóron van szegény hölgy rángatva, tehát mindig azt mutatja meg ez az oldal, és hát maga a bika skorpió aspektus is,
hogy valami mozgat minket a háttérből, tehát nem közvetlenül mozgat téged, és befolyásol. És hát ezt úgy éri el, hogy mindig jusson eszetekbe, hogy a skorpió az mindig a csábító, amit ugye az elején mutattam, hogy azt ígéri, hogy biztonságban leszel. Tehát itt a kulcs szó a biztonság, és tulajdonképpen ez van az árnyékban, hogy az mindig itten jön, és azt mondja, hogy akkor majd biztonságban leszel, és akkor ez alapján ugye mindig fogsz csinálni valamit, csak azért, hogy a biztonságot megőrizd. Tehát ez az ígéret, amit kapunk, hiszen a csábító nagyon sokszor ígéretekkel lát el minket, amit persze nem feltétlenül fog teljesíteni. Na nézzük a következő lapunk a szimbólum kártyában. Ez az ikrek, ennek a skorpióval való kombinációja a furulyás nevet adta. Itt ugye, ha megnézitek, nem, hogy nincs biztonság, hanem még ki is viszi a furulyás az embereket a biztos házból. Tehát valamilyen megszokott környezetből kimozdít, ami nem rossz egyébként, tehát van ennek egy pozitív oldala, de ha megnézed a képet, ott van egy jó nagy árnyék, ami nem biztos, hogy pozitív dolgot ígér. Mindig egy szebb jövő reményében csábít el minket a furulyás, és hát, mint ikrek lap, a kommunikációt használja ellenünk. Tehát itt a kommunikáció az, ami valamilyen módon manipulálhat minket. A következő talán a legnehezebb szimbólum sor, vagy szimbólum kártya a sorban, ez a rák skorpió, ami elég ijesztő, és a neve is elvetélés. De sajnos, ugye a hétköznapokban sokkal többet találkozhatunk vele, mint gondolnánk elsőre. Itt ugye egy gyermeket dob a tűzbe, és látjátok, benne is vagyunk az alvilágban, amit mondtam az elején, hogy a skorpió mindig az alvilágba visz. Ott vannak a démonok a hölgy háta mögött, és hát a gyermek az az ő belső gyermekét is jelképezi, azt az oldalát, ami az érzésekről szól. Na, ezt úgy szoktuk a hétköznapokban megélni, hogy én nem akarok érezni, mert az fáj. Az a jó, ha nem vagyok szerelmes, mert azzal csak a baj van. Jó, tehát, hogy valamilyen módon tagadjuk az érzelmeinket, nem akarunk a szívünkre hallgatni, mert az úgyis fájdalmat hoz. Jó, tehát, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezeket az érzéseket letoljuk az árnyékba, ezt fejezi ki ez a kártya. Közben jött egy üzenet, az ikrek tud szépet mondani, de legalább őszinte. Igen, tud szépet mondani, és tud szépen hátba is döfni, és ez persze nem személyes, csak tudjátok, mint mondtam ugye az elején a politikus lapot, hogy nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem milyen szándékok vezérlik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden ikrek csúnyát akar mondani. Most mi a negatív oldalát nézzük meg egy-egy jegynek. Az nem azt jelenti, hogy mindig azt éled meg, de hogy van egy ilyen aspektusa, és ez a horoszkóp jegyeken keresztül nagyon jól ábrázolt. Na, a következő az oroszlán jegy, ami itt a skorpió házasításában a mágus nevet kapta. Itt ugye a teremtő energiáját felhasználva az oroszlán egy embert akar létrehozni, és hát látjátok, egészen jó úton halad. Hát miért is lenne akkor ez rossz, és miért negatív? Hát azért, mert a mágus itt a saját hatalmát akarja fitoktatni, nem feltétlenül emberbaráti szeretetből akarja létrehozni ezt az embert, hanem azért, hogy lássa, hogy ő mire képes. Jó, tehát itt az árnyékban a hatalom van, tehát amikor ezzel találkoztok, és egyébként ugye az oroszlán jegynek ez egy nagyon nehéz téma, szembesül is vele, hogy a hatalmát hogyan és mire használja föl. Tehát ez is lehet az árnyékban. A következő az talán jobban ismert, mert hogy nagyon sok ember gyakorolja. Ez a szűz skorpió lapja, ami az önostorozás nevet kapta. Ez a mai világban nagyon is elfogadott, és társadalmilag nagyon prosperál dolog. Itt ugye arról van szó, hogy a szűznek ez a negatív oldala, hogy mindig magát szidje, ez megjelenik egy ilyen önostorozásként,
és ezek önvád és bűntudat formájában jelennek meg, amit valamiért a társadalom most még nagyon is elfogad és támogat, hiszen ugye akkor ez azt jelenti, hogy aki ezt teszi, az nem bűnös. Tehát igazából, ami itt lényeges, hogy ezt az önostorozást azért csináljuk, mert hogy az árnyékban az van, hogy rájövünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, hiszen ugye a szűz energia arról szól, hogy mindig tökéletest akar keresni, de hát tudjátok, aki ismeri az asztrológiát, hogy a szűz energiája, illetve ez az asztrológiai jegy, mindig a hiányokra fókuszál, és ez nem jó vagy rossz, egyszerűen így történik, tehát mindig a rendtől eltérő dolgokat veszi észre, és hát ha valamire fókuszálunk, annak energiát adunk, az jobban észrevehető lesz, tehát itt a hiányok meg fognak szaporodni, és az ember rá ébred, hogy tulajdonképpen ő sem tökéletes, és valahogy ezzel az önostorozással akarja ezt a megváltást elérni ez az energia, ez a jegy, hogyha magát önostorozza, akkor még több szeretet és még inkább elfogadhatóvá lesz. Hát ez van az árnyékban, ez a tökéletesség kényszer, és ezt érdemes ugye időről időre felülvizsgálni, hogyha ezzel a lappal találkozol, vagy ilyen horoszkóp minőséged dominása jelen van. A következő lap már a párkapcsolat területére visz minket. Látjátok, ugye ez egy mérleg, skorpió lap, két ember is van a képen, a lap neve a végzet, és hát itt, hogyha megnézitek a képet, össze is van láncolva a két ember. Itt maga az árnyék, az a társ függőség, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egyedül nem megy, és csak is kizárólag a partner lehet az álmaim célja, és hát ez a függőség, ami kialakul, egyfajta birtoklás is megjelenhet, ez is már ugye bent van ebbe a barlangban, mögötte pedig ott van az ördög, mutatja, hogy ez a függőség, ez egyik félnek sem igazán jó, hiszen nem teszi őket boldoggá, és hát a lap neve azért utal arra, hogy végzett, hogy itt valami karmikus lecke történik, de maga az árnyék, amit itt most én be akartam mutatni, az az, hogy ragaszkodunk a másikhoz azért, mert félünk egyedül lenni, illetve félünk attól, hogy egyedül maradunk. Tehát ez van itt az árnyékban. Tehát itt a birtoklás maszkja az, ami ezt elfedi. A következő lap szintén egy elég fura és nem túl szép lap, mint ahogy az árnyék lapok többsége nem. Ez a nyilas skorpió, ami a fekete mise nevet kapta. Itt ugye a nyilasnak a hit, a hitrendszerek, a vallás köntösében öltözik, és egy ilyen filozófiai magasságokba visz, de hogy miért lett ebből fekete mise? Hát az egyik ugye, hogy minél magasabbra törsz, annál nagyobb lehet az árnyékod. Másrészt meg ugye a nyilas negatív oldala, és ugye még egyszer mondom, mindig a minden lapnak a negatív oldalát emeltem ki, hisz így tudjuk az árnyékokat azonosítani, az a fanatizmus. Na ez jelenik meg a képen, és ez van az árnyékban, hiszen ugye itt fanatikusan a saját hitünket, a saját értékeinket akarjuk rá erőltetni másokra, és ha megnézitek, a háttérben már mindenki a néző szerepét kapta, más nem is lett itt kiosztva. Szóval itt az árnyékban ez a fanatizmus áll, erre kell egy picit odafigyelni ennél a lapnál. Hát a klasszikus árnyéklap pedig a következő, amikor a bak és a skorpió találkozik, ezt mindannyian ismerjük szerintem, köztudatban nagyon jó benne van, ez a depresszió nevet kapta, és megint egy barlangban vagyunk, ahol, ha megnézitek, ugye megkövesedett alakok vannak a falon, tehát mondhatjuk úgy, hogy lementünk a mélybe, és megtaláltuk a csontvázainkat, és már olyan régóta ott van, hogy még gyökeret is eresztett, tehát ez valóban az a világba való alászállás. Itt valóban szembenézünk az árnyékainkkal. Hát tulajdonképpen minden eltemetett sérelem az, ami itt előkerül.
Na és utána jön a skorpió, amelyik találkozik a vízöntővel, ahol már végre kitörünk a mélyből, és megszületik a főnix madár, aki végre felül tud emelkedni a mélységből, és egyfajta főnixként szárnyal. Tehát tulajdonképpen itt az árnyékban csak a romok vannak, amit ott a kép alján láttok is, és ezt kell otthagyni, lezárni, elengedni. Jó, hát itt a vízöntő energiában nagyon sokat segít. És nagyon szépen fejeződik be a skorpió sor, szerintem ez egy nagyon jó, pozitív, mivel a végén, ugye a halaknál, a halak egyébként az angyal arhetipusa, a szimbólum kártyába, az angyal és az ördög egyesül, és a szent ragyogás nevet kapta a kártya, amikor egy testben van a két oldal, és itt már inkább csak férfi és női oldalnak látszik, ami nem azt jelenti, hogy a férfi ugye az rossz, hanem csak annyit jelent, hogy a két oldal egyesülése, ha tudatosan fényben van, akkor ez jól használható, és igazán nem fog olyan nagy problémát okozni. Tehát szerintem ez egy nagyon szépen ábrázolt lap, és egy nagyon szépen lezárja ezt a sort számunkra. Tehát, hogyha így végig gondoljátok, hogy milyen domináns horoszkóp jegyetek van, akkor egy picit át lehet vizsgálni e szerint, hogy ki milyen maszkot, milyen állarcot visel, milyen árnyékokkal küzd, hiszen ugye mindennek megvan a maga megjelenése a fizikai világban. Na, ígértem itt a végére nektek egy kirakást, hogy hogyan is dolgozz ezekkel, hiszen nem arról van szó, hogy most ez Isten büntetése, és nem is kell ebbe beleragadnunk, hiszen azért jön valamiért elénk, hogy dolgozzunk vele. És ez a tarókártyát hoztam segítségnek, tudjátok, hogy nekem az a szívem csücske. És hát nagyon egyszerű az egész, ugye mindig van egy-egy élethelyzet, ami bizonyos árnyékokat fölfed belőle, tehát nem lehet mindig mindent egyszerre, hanem azt lehet megnézni, hogy most milyen árnyékkal tudsz dolgozni, tehát érdemes arra kihúzni az első lapot, hogy most a jelenlegi életszakaszodban milyen árnyékokkal kell küzdened. A második pedig megmutatja, hogy mi a megoldása ennek. Jó, hát az árnyékok természetesen, még egyszer mondom, ugye mindig alap negatív oldala lesz, tehát úgy értelmezzétek, hogy alap negatív oldalát kell megnézni. Na, hoztam azért egy példát a Wizards Tarotból, megmutatom nektek a dobozát, ez az új kedvencem. Nagyon szépek egyébként a kártyái. És az első lap, az árnyék, amivel dolgozni kell, ez most csak a példakedvért húztam, ez a botok egyes. Miről szól a botok egyes? Ugye mindig vizsgáld meg a helyzetet. Először is ugye van egy tűzenergiánk, hiszen a botlapok tűzenergiát jelképeznek, tehát mindenképpen valami cselekvőerő témájáról szól, és hát az egyes lapok, meg tudjátok, az elindulást mutatják, vagyis, hogy valami cselekvő elindulás az, amit az árnyékban van. Hát ez úgy jelenhet meg, mint árnyék, hogy az ember szeretne elindulni, de az Istennek sem megy, mert valahogy nem tud fókuszálni például, hiszen a tűzenergiának ez a negatív oldala túl szétszólt, sok mindent akar egyszerre, vagy nagyon rövid távon tud csak cselekvő erőt felszabadítani, hiszen nem kitartó jegy, az majd ugye a föld lesz. Tehát ez a két probléma lehet, illetve a harmadik nagy problémája a bot egynek, ami a negatív oldal, az a türelmetlenség, hogy most azonnal akarom. Jó, tehát ezek lehetnek a problémák, amiket itt, mint árnyék felmutat nekünk, és akkor megoldásra ez a kej királynő, amit kijött most erre. Hát miről szól a kehely lap? Ugye vízelemben vagyunk, az érzelmek felé visz minket, és hát mint királynő, tudjátok, hogy ez egyfajta érzelmi stabilitást mindenképpen, és egy befogadást mutat, és mivel kell egy királynő, ez még inkább erről szól, vagyis hogy kötődik a bot egy mellé, hogy legyél alkalmazkodó,
hallgass a megérzéseidre, és mindig afelé haladj, amit éppen aktuálisan érzel, és akkor cselekedj, hogyha a szíved is azt mondja. Jó, hiszen a tűzelemnél még ugye az akarat vezet, itt inkább a szívünk az, ami segíteni fog. Tehát a kej királynő mindig az alkalmazkodás felé terel minket. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember a második lapot, tehát a megoldás lapját kézbe veszi, és arra indul, akkor ez az árnyék szépen integrálódik, és egyensúlyba tudsz kerülni. Ez természetesen ti is kipróbálhatjátok, bármilyen tarókártya megfelel, érdemes a 78 lapból húzni. Tehát az első, hogy az életszakaszodban mi a legfontosabb árnyék, amivel most dolgod van, a második pedig, hogy mi segít a feloldásában, illetve mi az, ami egyensúlyba hoz. Jó, nézzétek meg, tehát az első lapnál mindig a negatív oldalt vizsgáld meg, a másodiknál meg ugye a feladat lesz a fontos. Na hát le is járt az időnk. Na hát akkor elköszönök, szép estét nektek, szép hetet. Sziasztok!